Kívánok, köszöntöm a Kultúrrendezvú nézőit. Egy izgalmas adás elé nézünk, több okból is izgalmas lesz. Az egyik, hogy a következő két hónapunkról, a zalaegerszegi rendezvényekről fogunk beszélni, a B, vagy ha úgy tetszik, VB vitaminnapokról, a zalaegerszegi kortárs művészeti fesztiválról és a Kvártélyház 8. évadjáról, hiszen kezdődik a Kvártélyház nyár, holnaptól már akár sört is ihatunk és meccset is nézhetünk a zsinagóga melletti parkolóban, hiszen most ez a helyszín. Erről beszélgetünk majd Tompa Gáborral, a Kvártélyház igazgatójával, és az adás egy megfelelő pillanatában pedig élőben kapcsoljuk a Ferences templomot, az Olai Ferences templomot, ahol ma tartják a templom búcsúját, és ahogyan most az élőképen is látják, Márfi Gyula veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét, a prédikációját élőben láthatják itt az zalaegerszegi televízióban, a Kultúrrendezvúban. De előtte akkor nyár és nyári programok. Szia Gábor, köszöntelek szeretettel ismét a Kultúrrendezvúban. Jó estét kívánok, szerbi. Menjünk időrendben. Menjünk. VB, mert most VB van, vitamin napok. Ezúttal új helyszínen, a zsinagóga melletti parkolóban, de azt hiszem, hogy változatlan minőségben, jó meccsekkel, jó sörökkel. Hát a meccsek minőségéről sajnos ott még nem tartunk, hogy azt mi biztosítjuk, de hát a selejtezők azt mutatták, hogy elég jó mérkőzések lesznek. Mi az egyenes kieséses szakasztól követjük, vagy követtetjük a kvázi fesztivál látogatókkal a mérkőzéseket a zsinagóga melletti parkolóba, ahol egy 4x3 méteres nagy felbontású LED fal várja a nézőket, a sörivókat, a barátkozókat, a családokat, hiszen lesz egy 10 méterszer 5 méteres focipálya és homokos focipálya. Megidézzük egy kicsit a tengerpartot, és a legnagyobb szerencse játékkal foglalkozó cég, aki az egyik támogatója ennek a rendezvénynek, különböző játékokat fog szervezni. Emellett magyar kézműves sörök is a világ jó sörei lesznek, mert lesznek tömegsörök is természetesen, hiszen fontos, hogy mindenki megtalálja a szája ízének és a pénztárcájának megfelelő üdítő italt, hiszen ezt a rendezvényt arra hoztuk létre, hogy nyáron ne csak D-vitaminból legyen az ember föltöltve, vagy D-vitaminnal legyen az ember föltöltve, hanem B-vitaminnal is, és erre nagyon jó a maláta és komló alapú üdítőitalok nagy száma, amit mi oda viszünk természetesen különböző étkekkel és borral is, és különböző üdítőkkel is várjuk az ifjakat és az idősebbeket is, és ez beágyazódott ez a rendezvény is a zalaegerszegi rendezvénynaptárba, sőt azt gondolom már a régió rendezvénynaptárába is. Most idén nem lesznek koncertek, idén a főcselekvés, ahogy a színházban mondjuk a futball lesz, mármint a fő attrakció az a futball lesz, de ami a legfontosabb attrakció, amit mi a legfontosabbnak gondolunk, és amiért ezeket a rendezvényeket létrehozzuk, az remélem, hogy az lesz, hogy egy mosolygós, agórává változik ez a parkoló, ez a fesztivál helyszín, és az emberek itt találkoznak, innen tovább sétálnak, ide visszajönnek, majd innen elsétálnak, mondjuk a Kvártélyházba megnézni egy előadást, majd július 2-ától, hogy átsétálnak a valamelyik másik vendéglátóegységbe, ahol úgy nézik a meccset, ahogy ott kell nézni, vagy csak itt találkoznak. Tehát nagyon fontos, hogy lesz egy szabadtéri nagy szórakozóhelye a városnak, ami egy ilyen origója lehet annak, hogyha valaki sétálni akar esténként vagy napközben a városban. Majd egy picit beszéljünk a foci VB-ről is, bár ugye erről a Kvártélyház nem tehet, a meccset minőségéről, meg arról sem. De igyekszünk rajta, tényleg rajta vagyunk. De lesznek-e, anélkül, hogy mondjuk túl sok terméknevet említenénk, sör különlegességek is? Magyar kézműves sörök lesznek, tehát ez a legfontosabb. Most várjuk, tehát a kollégáim most építik ezt a helyszínt, azért is vagyok egyedül, mert az Andrissal jöttünk volna, de még valami móka van, valami összegabajodott valami eszköznek a szemöldöke, és ő azt próbálják kibogozni. Tehát magyar kézműves sörök is jönnek, elsősorban a Dunántúrról.
holnap megmondom. Tehát amikor minden megjött, akkor meg tudom mondani. Most nem merek nagyon nyilatkozni. Két nappal ezelőtt az egyik sörfőző mondta, hogy elfogyott neki minden, pedig teljesen azért el vagyunk kenődve, de azért lesz mit inni. Tehát egészen a legolcsóbbtól, hogyha ha a pénzt nézzük, a nagyon-nagyon drága sörökig, és így minőségben is. Tehát jó minőségű magyar sörök lesznek alapvetően, de azért, aki Horvátországba készül, lehet, hogy egy kis Karlovácskóba is bele tud szaladni. Tehát mindenféle lesz. Tehát a sikersöröket megtartjuk. Akkor a most következő 2 percet tegyük zárójelbe, mert nem tartozik szigorúan ide, de ha már VB vitamin napokról beszélünk, akkor nyilván nyomon követed, tudom, hogy nyomon követed a világbajnokságot, és az is teljesen természetes, hogy nyilván van szíved választottja futballban is. Ki fut be? Ők utaztak, ők elutaznak haza, sajnos. A angolok elmentek haza, tehát de izgatottan várom, hogy a német-holland párosból kiviszi Európát a csúcsra, de meglepetést okozhat Görögország is, és nagyon erősek az amerikaiak, azt látom fizikailag mindenképpen, és hát Dél-Amerika meg nagyon nyom. Hát izgalmas lesz ez a két hét most ilyen szempontból is. Miközben próbáljuk az előadást, de azért próbálom úgy szervezni az életünket, a színházi próbákat is, hogy a meccseket lássa az ember, hiszen itt ahogy szokták mondani ugye a televízióban, hogy az élet halára, ez minden eldől, tehát itt aki itt most kikap, annak vége van, mint a botnak, de hát ez érdekes ez a történet, hogy ez a 90 perc vagy 120 perc attól függ, hogy lesz-e hosszabbítás, és a 11-esek, hogy ezek milyen energiákat szülnek emberekbe. Remélem, hogy egyszer, én még megérem, hogy a mieink is ott lesznek egyszer a VB-n. Én megértem, tehát én elég öreg vagyok ahhoz, hogy én... Hát 86 volt legutóbb. 80, picin gyermek, de felnőtt voltam már sajnos akkor is. Ugyanekkor egy nagy gyerek, de azért az nagy élmény volt, hogy kint voltak, de éppen ma beszélgettem valakivel erről, hogy jó, hát kijut mondjuk egy csapat, és akkor mekkora tragédia, amikor mondjuk nem jut tovább. És akkor az így megy. Tehát itt, ugye, érjük meg, hogy ne jussunk tovább a csoportkörből. Tehát legyen az első lépés. Érjük meg, hogy jussunk tovább a csoportkörből. Akár. Tehát selejtezőkből jussunk be, akár a VB-re, akár az EB-re. Ez fontos. Fontosnak tartom a focit, fontosnak gondolom a sportot is. Nagyon, nagyon fontos színház szerintem. Ebben a pillanatban Európában, meg a világon egy focipálya. Tehát nagyon hál' Istennek volt szerencsém mondjuk Németországban, Dortmundban, egy nagy stadionban átélni azt, hogy milyen, amikor 73 ezer ember van egy mérkőzésen. Azt is hál' Istennek azt is megértem, és azt is átéltem, amikor ez a bajnok lett, és 10 000 ember tombolt a dísztéren, és remélem, hogy lesz még ilyen. És ez egy fontos pillanat, tehát ez indukál sok mindent, akár a foci, akár tehát a kultúránk része. Tehát nem szabad, tehát a sport ugyanúgy a kultúra része, vagy a kultúra a sport része, hát ezzel most el lehet viccelődni, de egymásra épülnek ezek a dolgok. Ezért is jó, hogyha egy fesztivál idején mondjuk VB van, és akkor vagy mondjuk selejtező, hiszen tavaly évben valamelyik rendezvényünkön követelték, hogy akkor valahol hadd tudják megnézni a magyar, nem tudom én kicsoda selejtező mérkőzést, és ez jó, tehát ez jó, jó, jó foci meccsre járni, én azt gondolom. Remélem, hogy jó focit is fogunk hamarosan látni Zalaegerszegen is, hiszen láttunk, és van rá remény, és remélem, hogy jó magyar futballt fogunk látni mindenütt a pályákon. És történelmi, meg a hagyományok szempontjából csodálatos találkozás, mert hogy Magyarországnak vannak sörös hagyományai, nem is akármilyenek, és hát futballban is vannak hagyományaik. Ha jelenünk nem is szép, de van mire emlékeznünk. És a kettő, ahol találkozik, az azt gondolom, hogy az egy tényleg egy minőség, meg egy jó érzés. Nagyon örülök annak, hogy reneszánsza van a sörnek, tehát a minőségi sörnek. Nagyon örülök annak, hogy és hogy ebbe pici, nem tudom, hogy mennyi. Tehát hogyha valószínűleg százalékba, ezrelékbe, vagy százmilliómod ezrelékbe se mérhető az, hogy mondjuk hozzátettünk mi azzal valamit, hogy a zalai bort
bort reklámoztuk, az alai borvidékkel foglalkoztunk, most már foglalkozunk hetedik éve a belvárosi szürettel is. És ahogy a borkultúra nagyon-nagyon megerősödött Magyarországon, tehát visszatérni látszik az, amikor Ökrösszekérrel a magyar bort vitték nyugatra. Tehát volt ilyen időszak, tehát nem szabad elfelejteni, hogy milyen gyökereink vannak. Bizony, volt egy aranycsapat is, aki 7-0-ra verte az angolokat, nem is tudom, kinek drukkoltam volna, akkor biztos, hogy hát hazahúz az ember szület, de 7-0-ra verték. Az a 7-0 az most is nagy szám, tehát azért az 7 gólt lőni. És hát azért volt jó időszak a magyar focinak, hát remélem, hogy még lesz is. Tehát mint ahogy látszik, hogy az ország is kezd kimászni a gazdasági válságból, lehet, hogy a foci is egyszer kilábal abból, amiben van, de én azért a futballhoz azon kívül, hogy nézem tátott szájjal, hogy hogy tudnak elfutni a jobb szélen, bal szélen és középen fiatal emberek, és még le is tudják venni a labdát, azon kívül nagyon nem ért. Nem, sokat nem tudnék a pályán hozzátenni, de nagyon vicces, hogyha én pályára lépek. Nem volt vicces. Én láttalak egy erőhelyes közéleti válogatott mérkőzésen. Lehangoló volt. Szerintem. Hát mondjuk így 150 évesen már az is szép volt, hogy élve, vagy oxigénsátor nélkül hagytam el a pályát. Fociról meg sörről most egyelőre ennyit. Beszéljünk a soron következő rendezvényről, a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztiválról, amely a második lesz ebben az esztendőben. Egy kicsit kanyarodjunk vissza az időben ahhoz a pillanathoz, vagy azokhoz a napokhoz, amikor megszületett a gondolat, hogy van szükség egy ilyen rendezvényre is a zalaegerszegi nyári kínálatban. Miért? Hát, hogy szükség van-e, tehát ez nem úgy született, hogy szükség van-e. Ezek, hát hogy az idő, úgy tűnik, hogy az idő ilyen gyorsan eldöntött, hogy szükség van rá. A szerencsés az, hogy a Manna Kulturális Egyesület vezetőjével, Gáspár Annával mi régebb óta ismerjük egymást, és rajta keresztül több előadás érkezett az elmúlt években a Kvártélyházba, és elkezdtünk beszélgetni. És az érdekes, hogy amit már mondtam, hogy akár mondjuk a Ferenc Andris kapcsán, hogy akivel együtt hozzuk létre az Egerszeg Fesztivált és a rendezvényeket, hogy nagyon jó, hogy amikor sok szempontból homlok egyenest más ízlésű emberek, de hasonló attitűdű, vagy gondolkodású, vagy szellemiségű emberek elkezdenek együtt dolgozni valamin, aminek valamilyen köze van mondjuk a művészethez, akkor abból nagyon-nagyon izgalmas dolgok születnek, hogyha ők barátok. És nagyon jól összebarátkoztunk mi hárman, az Anna, az Andris, meg én. És hát más, de nem vagyunk egyformák, és ebből születik ez a fesztivál, ez a kortárs művészeti fesztivál, ami idén alapvetően egy színházi fesztivál, egy kéthetes intenzív színházi együttlét, ahol a függetlenek, alternatívok és nem alternatívok és nem függetlenek olyan eszenciális tömege jön össze. És a tömeget most nem a számosságra mondom, hanem az intenzitásra. Tehát és ennek nagyon örülök. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy a július 12-én Béres Ilona és Tordai Teri ott lesznek a Kvártélyház színpadán, és egy örkényt adnak elő. Ebben minden benne van. Tehát ebben benne van, mondjuk, amit én gondolok erről az egészről. És hogyha arra gondolunk, ahogy kezdődik, hogy egy zalaegerszegi költősrác, akit mi úgy gondoljuk, hogy olyan költő, és akkor írogatott mindenféle verseket, és néztük, olvastuk, és akkor most Szegeden dolgozik a színházba, és akkor ő rendezett egy sörgyári kapricsó parafrázist, vagy sörgyári kapricsót. És egy örökbecsű hraballal kezdünk, ami zalaegerszegi kötődés, és aztán szépen sorba jönnek ezek az előadások. Azt gondolom, és azért azt mondom hogy sokszor, hogy azt gondolom, mert ebben gondolat van, ebben a hármunknak, meg sokunknak a gondolata van benne, amit mi gondolunk a világról mondjuk egy ilyen fesztivál kapcsán. És hát a másik az, hogy
oda állt a Manna Egyesület is, és a Kvártéi ház is emellé, a történet mellé, hiszen saját erőből hozzuk ezt létre. Nem, tehát még egyelőre nem kilincselünk, nem kopogtatunk, nem pályázgatunk, hogy adjanak nekünk pénzt arra, hogy mi most megvalósítsuk önmagunkat, vagy másokat, hiszen nem a saját előadásainkat csináljuk itt, hanem valamit bizonyítani akarunk először önmagunknak, hogy ez működik, és utána biztosan majd el fogunk kezdeni kilincselni és kopogtatni. Mindenki ott, ahol tud, arra fog lobbizni, amerre tud, mert azt tervezem én, hogy ebből, ha jó Isten is megsegít, és a döntéshozók is úgy gondolják, és minden és egészségesek maradunk, akkor ebből születhet akár egy pici, nem nagy, mert a Kvártéi ház is pici, egy pici vagy közepes, de számottevő, tehát fajsúlyos, nemzetközi, kéthetes színházi fesztivál. Itt folyton beléd a szót, ne haragudj, ha már Istent említetted, akkor kapcsolunk a ferences templomba, és meghallgatjuk Márfi Gyula veszprémi érsek prédikációját, ünnepi gondolatait, hiszen ma van az Olai ferences templom búcsúja. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok. Mert az én igám édes, az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretettel köszöntöm az itt lévő testvéreket és a Zalaegerszegi televíziónak a nézőit is. Jézus szent szívét ünnepeljük. Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy kispapkoromban sokat tanultunk Istennek, az Atyának mindent tudó értelméről és mindenható akaratáról, de kétségkívül nem sokat beszéltünk az ő szeretettől lángoló szívéről. Pedig ha valaki végigolvassa csak az Ószövetségi Szentírást, abban is már rengeteg olyan helyet talál, amely rámutat arra, hogy Isten az Atya sem közömbös népével szemben. Jeremiás profétánál ezt olvassuk, de hát nem olyan kedves fiam nekem, Efraim, és nem olyan dédelgetett gyermekem, hogy minden fenyítés után meg ne kellene róla emlékeznem. Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnem rajtuk, mondja az Úr. Ugyancsak Jeremiásnál olvassuk, bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Ezekielnél ezt olvassuk, kitépem szívükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik, hogy törvényeim szerint éljenek. Ami az Úr Jézust illeti, ő is a szív embere volt. Mint Isten mindentudó volt, mint Isten mindenható volt, mint ember is a Föld legokosabb embere volt, akarata kőkemény volt, de ugyanakkor Jézusnak is volt igazi, érző emberi szíve, tele nemes emberi érzelmekkel. Ezek tették őt képessé arra, hogy tudott sírni és tudott örülni. Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat,
akiket hozzád küldenek. Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Jézus szavaiból érezni lehet a fájdalmat. Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta, prófétai szemei előtt megjelent a város, amint romokban hever, amint nincs, nem marad kő kövön. Ugyanakkor emberi szemeivel látja a gyönyörű várost, saját hazájának a szeretett fővárosát, Jeruzsálemet, és a kettős látásnak az kontrasztja, ellentéte az ő istenemberi lelkét is annyira megrendíti, hogy sírva fakad. Az olajfák egyén azt mondja, halálosan szomorú a lelkem. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Azt gondolom, az Úr Jézus nem önmagát síratta elsősorban, nem egyszerűen siránkozott, mint egy kisgyerek, amikor elveszik a játékát, és ráparancsolnak, hogy menjen az ágyba, hanem siratta a mennyei atya megbántott szeretetét. Siratta azokat az embereket, akik nem értették meg őt, akik nem viszonozták a szeretetet szeretettel. De ugyanakkor meg kell mondanunk azt, hogy Jézus szívéhez nem csak a bánatkönnyek illenek, hanem az örömkönnyek is. Magáról a mennyei atyáról is azt olvassuk az Ószövetségi Szentírásban, hogy örömét találja népében. Mint ahogyan egy atya örül a gyermekének, úgy örül a mennyei atya is az ő népének. Fiának nevezi. Amit Máté evangélista Jézusra alkalmaz, hogy Egyiptomból hívtam az én fiamat, azt eredetileg Ozeás próféta a választott népre alkalmazza. A választott népről mondja a mennyei atya, hogy Egyiptomból hívtam az én fiamat. A népét fiának tekinti, de úgy érzi, hogy ez sem fejezi ki eléggé az ő atyai érzelmeit, illetve isteni érzelmeit, hanem később már mennyasszonyának, hitvesének tekinti a népet. És azt olvassuk Izaiásnál, hogy ahogy a vőlegény örül a mennyasszonyának, ugyanúgy örül neked, népem, úgy örül neked a te fölépítőd. Tehát a bánatkönnyek helyett ott vannak az örömkönnyek is. Az Úr Jézusnál is ugyanezt tapasztaljuk. Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette Istent a Szentlélekben. Azt mondja, hogy boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. És a hegyi beszédnek is a leglényege a 8 boldogság. Jézus tanítását evangéliumnak, azaz örömhírnek nevezte. Azt olvassuk ugyan Kempis Tamás Krisztus követése című könyvében, hogy Jézus életének nem volt egyetlen pillanata sem fájdalomtól és kereszthordozástól mentes, de úgy gondolom, hogy ez így nem igaz, ez túlzás. Amikor Jézus elment a kánai mennyegzőre, én biztos vagyok benne, nem azért ment oda, hogy ott is keresztet hordozzon, hanem azért ment, hogy örvendezzék az örvendezőkkel. Amikor Lázárral együtt asztalhoz telepedett, Mária és nővérének a társaságában, akkor biztos, hogy nem szomorkodott Mária és Márta, ugye? Vagy akkor, amikor Lévi, a későbbi Máté asztalához telepszik, vagy Zakeus a fővámos házában asztalhoz telepszik, biztos, hogy nem siránkozni ment oda, hanem örült. Örült annak, hogy van valaki, aki megtér, mint hogy a mennyei atya is
örül akkor, amikor megtérnek a fiai. A tékozló fiú atya az nem más, mint maga az Isten, akinek a szívét nem hagyja közömbösen gyermekeinek a botladozása. Tudjuk, hogy Isten mindenható, és Isten végtelenül boldog, de valamiképpen mégis az Isten szívét is megérintik az embernek a bűnei, de megérintik az embernek a ragaszkodása, az erényei és a jó cselekedetei is. Amikor a tékozló fiú visszatér, az atya elébe fut. Megfeledkezik az illemkódex előírásáról is, amely azt kívánja, hogy a felnőtt zsidó férfi csak méltóság teljes léptekben közlekedhet. Ez illet hozzá. De ő elébe szalad a fiának, mert a szívét annyira eltölti az öröm, hogy sietnie kell. Dramón, a dráma szó van benne ebben a szóban, görög szóban. Így szaladva megy a fia elé. Testvéreim, nekünk is kell tudnunk Istennek tetsző módon sírnunk és örülnünk. Kell siratnunk saját bűneinket, kell siratnunk a világ nyomorúságát, Európa és benne hazánk nyomorúságát is, azt a sok bűnt, amit elkövetünk. És kell siratnunk szenvedő embertársainkat, kell, hogy együtt tudjunk érezni másokkal. Az együttérzés az egy nagyon nagy érték. Emlékszem rá, még a Vasmegyei Nyőgérben voltam káplán, és Bejcgyert Jánoson az egyik hittan óra előtt azzal fogadtak a gyerekek, hogy a tünde megsiratta a nyulat, és ezért kinevették. Iskola tévét néztek, és az arról szólt, hogy a nyuszi valami bolondgombát evett, és elrontotta a gyomrát, és nagy fájdalmai voltak, és a kislány elkezdett sírni. Mondtam nekik, hogy gyerekek, ezért nem kell kinevetni. Ha valaki ennyire együtt tud érezni még egy nyuszival is, egy mese alakkal is, az egy nagyon nagy érték. Csak rá kell nevelni arra, hogy ne csak a nyuszit sírassa meg a kutyát, meg a cicát, hanem az embert elsősorban. És az Isten megbántott szeretetét. És arra kell ránevelni, hogy tudjon mértéket szabni az érzelmeinek. Nagyon kell, hogy tudjunk mi is, testvéreim, sírni, amikor sírni kell. A középkorban éltek olyan szerzetesek, akik minden nap feljegyezték a naptárukba, a lelki naplójukba, hogy mikor tudtak Istennek tetsző módon sírni. És ezt a könnyek karizmájának nevezték, és ez így igaz. Aki képes arra, hogy sírassa saját bűneit, saját gyarlóságát és a világ nyomorúságát, az igenis az erény, ez karizma, ez kegyelmi ajándék, amit meg kell köszönni. Jeremiás proféta is azt írja, hogy kiadja meg nekem, hogy a fejem vizek forrásává váljék, és szememből könnyek patakja fakadjon, hogy éjjel-nappal sírassam népem leányának megöltjeit. Szent Pál apostol azt írja a korintusiaknak, szomorú szívvel és sűrű könnyek között írtam, nem azért, hogy szomorúságot okozzak nektek, hanem hogy lássátok, irántatok való szeretetem mennyire szívből jön. Szent Pál azért könnyezik, mert volt valaki a korintusiak közül, aki őt megbántotta. De őt nem a saját magátért sérelem zavarta, hanem az, hogy valaki ilyen rossz tud lenni, ennyire hálátlan és tiszteleten tud lenni. Az Efezusi Egyház presbiterájának azt mondja, hogy 3 éven át éjjel-nappal, szünet nélkül, könnyek között figyelmeztettelek benneteket. És amikor Szent Pál bejelenti az Efezusi Egyház presbitereinek, idős, meglett férfiaknak azt, hogy többé nem látják, mert a Szentlélek tudtára adta azt, hogy Jeruzsálembe kell mennie, és ott bilincsek és megpróbáltatások várnak rá, ezek a felnőtt férfiak
ezek is nagy sírásban törnek ki. Pál nyakába borultak és csókolgatták. Nem röstelték a könnyeket. Természetesen nagyon vigyázunk kell arra, hogy mindenben mértéket tartsunk, és hogy ne legyünk állandóan siránkozó emberek. Én 3 egyház megyében is szolgáltam, a Szombathelyiben, amelyhez ugye Zalaegerszeg is tartozik, az Egriben és most a Veszprémiben. És az egyik egyház megyében volt egy pap, szerzetes volt, aki állandóan panaszkodott. Hogy vagy testvérem? És akkor mindjárt ült belőle a panasz, úgyhogy az egyik püspök el is nevezte őt. Bocsánatot kérek a Grácián atyától, elnevezte őt jajgató barátnak. De ugyanakkor volt egy olyan pap is abban az egyházmegyében, akinek mind a 4 végtagja beteg volt, egyiket se tudta használni, és komoly fájdalmai is voltak, mégsem látta senki sírni, siránkozni, mert azt mondta, hogy nem akarok búsképű lovag lenni, hanem cégemnek, az Anyaszentegyháznak jó reklámja szeretnék lenni. Hát ez az. Kell tudnunk örülni is. És nem kell állandóan saját bajaink miatt siránkoznunk. Bűneink miatt sírhatunk, és a másik emberrel való együttérzésből sírhatunk. De ne önmagunkat sírassuk állandóan. Ne legyünk se jajgató barátok, se búsképű lovagok. Szoktam mondani a kispapjaimnak is, kik ezt már nagyon megjegyezték. Nos, testvéreim, tehát Jézus is tudott törülni, sőt, Jézus tudott még humorizálni is. Nem tudom, hogy erre fölfigyeltetek-e, amikor például Jakabot és Jánost, akik hirtelen természetű emberek voltak, elnevezte Boanergeseknek, mennydörgés fiainak, akkor Jézus igenis humorizált. Ilyen vicces beszenevet adott nekik. Amikor azt mondják Jézusnak, hogy mennyire elül a vidékről, mert Heródes Antipász, ugye a nagy Heródesnek a fia, halálra keres. És akkor Jézus azt mondja, mondjátok meg annak a rókának, lám ma is holnap ördököket űzök és gyógyítok, csak harmadnap fejezem be. Hát ez is mi az, ha nem humor? Vagy amikor mondja a példabeszédet a özvegyasszonyról, akinek a gonosz bíró nem akar igazságot szolgáltatni, és az özvegyasszony állandóan zörget a bíró ajtaján, és akkor a bíró azt mondja, Jézus meséli ezt, hogy hát ugyan Istent nem félek, emberektől se tartok, de az özvegyasszony annyira terhemre van, hogy végül még nekem jön és felpofoz. Szó szerint így lehetne fordítani Jézus szavait. Ez is egy kicsit olyan finom humor van benne. Szeretném mondani azt tehát, hogy a mértéktartó humor az nagyon hozzátartozik szerintem a keresztény élethez. De itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a mértéktartó. Nem az, amikor valaki állandóan hülyéskedik. Az nagyon terhes. De az, hogy tudjunk igazán örülni mindennek, ami jó, mindenért tudjunk hálát adni, minden jót vegyünk észre, és mindenért mondjunk köszönetet Istennek és az embereknek. Erre maga Jézus ad nekünk jó példát. Amikor haldoklik a kereszten, utolsó szavaként nem azt mondja, hogy mindennek vége, hanem azt mondja, hogy beteljesedett. Utolsó vacsorán, amikor tudja, hogy másnap megalázzák, tövissel fogják koronázni, nátszálat adnak jogarként a kezébe, és gúnyolódva térdet hajtanak előtte, és arcút csapdossák, ezt már mind tudja, és azt mondja, hogy eljött az óra, most dicsőül meg az emberfia. Túllát a holnapon, látja a holnap utánt is, amikor majd feltámad a halálból, amikor majd milliónyian fogják őt imádni, köztük mi is, az zalaegerszegi hívek.
amikor tudja azt, hogy elhagyják még a tanítványai is. Hogy Péter is csak azért megy be a főpap udvarába, hogy ott megtagadja, akkor azt mondja Jézus, hogy ha majd fölemelnek a kereszten, én mindenkit magamhoz vonzok. Azt hinnénk, hogy Jézus nincs eszénél. És neki lett igaza. Akkor, amikor elhagyja mindenki, akkor mondja azt, hogy mindenkit magamhoz vonzok. Drága testvéreim, nekünk is kell tudnunk látni a jót. És még az átmeneti sötét éjszakák idején is tudnunk kell, hogy fel kell majd a nap. Az átmeneti kudarcok idején is hinnünk kell a végső győzelemben. Hinnünk kell abban, remélnünk kell azt, hogy üdvözülünk. Mi is, meg a ránk bizottak is, a szeretteink és a barátaink is. És kell, hogy ez örömmel töltsön el bennünket. Ugye megemlítem csak röviden, már nem akarok túl hosszú lenni, hogy ugye holnap emlékezünk meg a boldogságos szűzanya szeplőtelen szívéről. Hát Jézus szíve ünnep után tartjuk mindig ezt az emléknapot. Maga a szűzanya is tudott sírni, síratta szent fiát. Álagyott Isten anyja, kin az arcát könyvbe vonja, úgy síratja szent fiát. De ő is tudott örülni is. Örült József szeretetének, örült az Úr Jézus engedelmességének, örült az angyali üdvözletnek, örült a kánai mennyegzőn a családdal együtt, örült az apostolok társaságának, és megvigasztalódott örömteli lélekkel fogadta ő is a Szent Lelket. És amikor Erzsébetet látogatja, azt mondja, hogy magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Még befejezésül megemlítem, hogy az Úr Jézusról ugye többféle kedvenc kép alakult ki a történelem folyamán. A lényeg mindig ugyanaz volt a hívek lelkében, de azért a hangsúlyok azok néha változtak. Az első évszázadokban legáltalánosabb volt a tanító Jézusnak az ábrázolása. Ott ül a hegyen, és lábánál a tanítványok hallgatják az ő beszédét. Vagy a tavon ül a csónakban, és az emberek ők hallgatják a tanítót. Később a jó pásztor került előtérbe. Az a Jézus, aki az elveszett bárányt nyaka köré veszi, és viszi vissza az el nem kóborolt bárányokhoz. Utána jött a Pantokrátor, a hatalmas Krisztus, aki teremti és kormányozza és ítéli a világot, úgy, ahogy Michelangelo ábrázolja őt a Sixtusi kápolna apszisában. Aztán jött a tövis koszorús Krisztus, a keresztet hordozó, a keresztre feszített Krisztus. Középkorban ez volt, hogy úgy mondjam, a sláger téma. És mi a sláger téma most? Hallottuk itt a köszöntőben, alakok Szent Mária Margit 1690-ben halt meg 43 éves korában. Az ő látomásai nyomán áttértünk a Jézus szívének a korszakába, és a mai napig ebben vagyunk. És jó ez így. Tegnap este is úgy végig szaladtam az általam fogható csatornákon, és láttam azt, hogy hát legalább 30 film van, ment a nap folyamán, mert 24 óra műsorát tudom előre megnézni, amelyikben gyilkosságról van szó. Gyilkos elmék, gyilkos nők, gyilkos sorok, gyilkos számok, mészommert gyilkosságok, tengerparti gyilkosságok, és még egy csomó sorozat, mindegyikben gyilkosság, gyilkosság meg gyilkosság. Lassan oda jutunk, hogy ezeket a kőkemény fickókat, ezeket magasztaljuk, ezeket bálványozzuk. Ebben a korban igenis nagy szükség van arra, hogy előtérbe helyezzük azt a Krisztust, akinek szíve van. Aki még ma is arra tanít minket, hogy tudjunk vele együtt sírni és örülni. Drága testvéreim,
kérjük az Úr Jézus Krisztust, és kérjük az ő szűzanyját, a boldogságos Szűz Máriát, hogy tanítsanak meg minket jó szívű embernek lenni, Istennek tetsző módon sírni és örülni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden lát. Az előző mintegy 20 percben Márfi Gyula veszprémi érsek prédikációját láthatták és hallhatták élőben az Olai Ferences templomból, a templom búcsúi ünnepi szentmiséjéről, és akkor most vissza a zalaegerszegi nyárhoz, a Kvártéház 8. nyári évadához. A Kortárs Művészeti Fesztiválról beszéltünk távlatosan most már, az idei programból egy kicsit elrugaszkodtunk, és eljutottunk addig, hogy ez egy nemzetközi, rangos, jelentős, fontos fesztivál lehet, mert hogy ezt szeretnétek. Hát ez még azért állom, tehát ez most így. Jó, de hogy hát ez volt a távlat. Hát ez volt a távlat. És az idei program már, hogyha megnézzük, még egy picit beszéljünk erről, utána pedig a 8. évad 3 darabjáról és az új bemutatóról is majd. Ez is a 8. évad része pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy a Kvártéházi programsorozatnak remélem, hogy ez egy beágyazódott része marad, hogy úgy kezdünk, hogy ez a Kortárs Művészeti Fesztivál nyit, majd pedig jönnek a saját előadások. Tehát, hogy ez egybe van. Csak kezeljük egyben. Kezeljük egybe, így van. A Kortárs Művészeti Fesztivállal kapcsolatban még csak egyetlen egy kérdés. Mondtál nagyszerű neveket, nagyszerű művészeket, és azt is, hogy fiatal tehetségek is jönnek, olyanok, akik szintén minőséget képviselnek, függetlenül attól, hogy... Hogy fiatalok, de nem csak attól, hogy fiatalok, hanem hogy adott esetben független társulatban játszanak, vagy nem független társulatban játszanak. A minőség szót szeretném én aláhúzni ebben az egész történetben. Tavaly is az volt a fontos, és szerintem tavaly is az volt a lényeg, hadd mondjak én is egy véleményt kicsit kiesve a szerepembe, hogy bármire ment el az ember, különféle műfajokban, de jól tudta érezni magát. Olyanokat is láttunk, akikről soha nem hallottunk, mert hogy ugye a kortárs művészetben azért vannak olyanok, akik mondjuk regionálisan ismertek, csak adott esetben a fővárosban, mert ott játszanak, vagy az Alföldön, vagy Debrecen környékén, de hogy mindenki jó volt, és az idei programot elnézve megint csak ugyanez vár ránk. Igen, mi a kérdés? Tetszik, amit mondasz. Hogy ugyanez vár-e rá? Ugyanez. Köszönöm szépen. Ebbe bízom. Tehát hallgatlak, tátott szájjal, hogy milyen jók voltunk. Örülök neki, hogy tetszik. Tehát az a feladat, hogy ez tessen. Tehát az a szándék, hogy ez működjön. Tehát, és aztán lehet, hogy majd egy idő után még jobban bele lehet mélyedni. De nem akarunk elrugaszkodni azért egy olyan irányba, hogy ilyen kísérleti előadások jöjjenek. A közönségnek szeretnénk ezt a rendezvényt létrehozni. A közönségnek hoztuk ezt a rendezvényt létre. Tehát nem az a feladat, hogy köldöknézegető előadások jöjjenek, amit megnéz az, aki rendezte, az, aki írta, meg az, akinek, még tudom én, valami szerzőjogi kapcsolata van az egészen, aztán senki más nem látja, meg megnézi néhány kritikus, és ők állati jól tudnak erről a hónapokon keresztül értekezni írásba, szóba, blogba, bármibe. Olyan előadásokat szeretnénk hozni Zalaegerszegre, amik fogyaszthatók. Tehát ezek olyan előadások, nem biztos, hogy a forma nyelvük megszokott. De ez egyáltalán nem probléma. Nem hiszem, hogy nem szabad kísérletezni, de nagyon fontos, hogy itt azért ahogy a legnagyobbak mondják, patika mérlegen méregettük azt, hogy milyen előadások jönnek ide, hogy megmaradjon a rendezvény, a közönség legyen. Szakmai sikere nagyon nagy ennek a történetnek. Tehát a színház.hu, ami a legnagyobb színházi, magyarországi színházi portál, azon 2 hétig címlapsztori voltunk, tehát nyitó oldalon voltunk, ez nagyon-nagyon jó. Tehát ez nagyon-nagyon erős. De a szakmaiságot nem akarom belterjességbe, és nem akarjuk belterjességbe átfordítani, hanem egy olyan színházi rendezvényt akarunk létrehozni, és olyat hozunk létre, úgy tűnik, amit a közönség szeret, a közönség megnéz, találkozik más formában, mondjuk más előadásban, a Perső Cirékával, vagy a Janklovics Péterrel, vagy a Béres Ilonával, és akkor hogy mondjam, így tágítjuk a
tágítjuk az önmagunk határait is, és tágítjuk azt, amit a néző itt Zalaegerszegen biztosan ilyen eszenciálisan nem tud megnézni két hét alatt. De azért ez egyedülálló az utóbbi időben, amit most itt ezzel létrehoztunk, mert ezek visszafelé fejlődnek, ezek az események. És érdekes, hogy két ilyen szervezet így együtt tud dolgozni, és ez remélem, hogy jól fog működni sokáig. A 8. évad folytatása, vagyis július 2. fele és augusztus pedig szomorú vasárnap, kaktuszvirága, a kaktuszvirága, illetőleg a Hotel Mentol, amit láthatnak a nézők. Ezekről rengeteget fogunk még beszélni, meg megyünk próbára, meg megyünk előadásra, meg itt a Kultúrrandiban nyilván végigkísérjük a nyári történeteket. Miért pont a kaktuszvirága? Régóta szeretett, a 3 éve meg akartam már csinálni, tavaly is meg akartam rendezni, valamiért nem jött össze, most arra összeállt, megjött a joga, most tartunk ott, hogy ez lett. Tehát vannak azért az ember fejében előadások, amiket meg akar csinálni, tehát nem úgy van, hogy csak akkor most holnap. Mi foglalkoztat ebben a darabban? Ebben tehát több üzenet is van, tehát nagyon sokféleképpen lehet a kaktuszvirágát nézni. Hát és nyilván megcsinálni is. Hát az a pasi lét, tehát a pasik, tehát hogy egy férfi hogy gondolkodik, tehát ez egy a hatalmas idiótaságra, ami egy férfi, tehát mármint generálisan mondjuk, mint én férfi, és a főszereplő férfit, egy idiótaságra épül az egész előadás, tehát az alaptörténet, és közben szerelmi szálak jönnek-mennek, nagyon jó dalok vannak benne, szenes, nádas dalok, és aztán valamivel kifut, hát nem akarom megmondani, hogy ki a gyilkos, mert nem krimi, de hogy ez izgat, meg izgat, hogy milyen lesz benne az Aurél. Tehát nagyon, nagyon izgat. Tehát nagyon izgat, hogy az Aurél milyen lesz benne, meg a Nikol, meg a többiek. Mikor kezditek próbálni, ugye ez az idei új bemutató? Hétfőn. Tehát holnap után. Tehát az ismétléshez képest holnap után, a vasárnapihoz képest holnap. Tehát holnap után. Hétfőn reggel kezdünk el próbálni. És hát izgat. Izgat, mert izgalmas. Tehát ezek és helyes emberek, és abban a sorba illik, amiről szoktam beszélni, vagy amit szoktam mondani az előadásainkról a Kvártéházban, az úgymond saját gyártású előadásainkról, hogy ezek helyes emberekről szóló előadások mindig. Tehát ez csupa helyes ember van benne, hatalmas marha az összes, de nagyon-nagyon helyes emberek. Akárcsak ugye tavaly a szomorú vasárnapban is, pont ezeket a mondatokat, vagy ezekkel a szavakkal. Nem tudok más mondani, végülis van 5 mondatom, azt ismételgetem, és azt variálom. Hát azért itt most 50 percig elbeszélgetünk. Azt az 5 mondatot, hát végül is így lehet, ez nagy felkiáltója van a végén. Izgalmasan várjuk a 8. évadot, sokat beszélünk róla, de most akkor kanyarodjunk oda-vissza, hogy holnap indul a, most már nyugodtan mondhatom, VB. Ugye? És a sör kapcsolata a zsinagóga melletti. És aztán a jövő héten másodikán meg elkezdjük a kortást. Tehát lehet sétálni a meccsről, színházból, színházból meccsre. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, meg köszönjük Márfi Gyulának is a gondolatait. Most ezen az estén Márfi Gyula és Tompa Gábor gondolatait láthatták és hallhatták. Nézzék meg az ismétlést is, aztán tájékozódjanak például a kvártéházi programokról, vagy éppenséggel vasárnap még búcsútól függetlenül a Ferences templomot is föl lehet keresni. Ennyi volt a Kultúrrandevú mára, de természetesen azzal és úgy zárjuk, ahogyan szoktuk, hiszen ajánlunk programokat is. Én köszönöm, ha ránk figyeltek, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor várjuk ismét önöket. Viszontlátásra! Köszöntöm a Kultúrrandevú nézőit, néhány programot ajánlok figyelmükbe a következő napokra. A 2012-es Futball Európa bajnoksághoz hasonlóan az idei futballvilágbajnokságon is lesznek B-vitamin napok. A szurkolók közel 20 féle sörből, kézműves sörökből válogathatnak ízlelő bimboik szerint. Az italok mellett gasztronómiai ínyenségekkel is várják az érdeklődőket. Július 2-án kezdődik a 2. Zalai Kortárs Művészeti Fesztivál, benne a sörgyár Capriccio valódi értelmezésével, Tompos Kátya és Rutka János öt nyelven előadott koncertjével,
Találkozhatunk Janklovics Péterrel, Scherer Péterrel, a Momentán Társulattal, Nagy Kálóczi Eszterrel, valamint Béres Ilona és Tordai Teri közös jutalomjátékával is. 10 nap alatt 12 előadás várja a közönséget, garantált szórakozást kínálva, amit 3 másik darab követ egészen augusztus 22-éig. A 9. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep rendezvényei június 27-től július 4-éig tartanak. Többek között fellép a Téglagyár megálló a Kultúrház szabadtéri színpadán, lesz ifjúsági rajzpályázat és rendeznek zenés-irodalmi estet is. 14. alkalommal rendezik meg a Zala megyei Népművészeti Egyesület szervezésében az országos csipkekészítő tábort. Itt a csipkeveréssel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Ma kezdődött a 34. őrségi vásár. Holnap lesz Őri Szentpéter központjában ennek ünnepélyes megnyitója, majd ezt követően az Őri Szentpéteri Művelődési Házban az őrségi református egyházmegyét bemutató kiállítás nyílik. A rendezvény során néptánc, népzenei bemutató, vásári hangulatot idéző színpadi produkció és könnyűzenei koncertek is lesznek. Kellemes időtöltést és mozgalmas hétvégét kívánok Önöknek!